Sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket. Ez alkalommal is találkozhatunk az óra előtt. Köszönjük, hogy velünk tartotok. Péter apostol első levelét vettük elő már egy ideje, és folyamatosan olvassuk, és beszélgetünk róla. Most a harmadik részből, a 8. verstől következik az ige, amiről beszélgetünk. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A 9. verszak, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Még olvasom a következő verseket, mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse, és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ahogy elolvastam ezt a néhány verszakot, már itt a 8. versben olyan sok mondani valót találtam, hogy önmagában talán ma estére az is elég lenne, de hát persze tovább is fogunk haladni. Amit Péter apostol a Pontusban és a környéken élő hívőknek a lelkére, az, hogy legyetek egyetértők. Ez egy nagyon fontos, mert a világon elég sokan széthúzóak, és hát ez az emberiség életében, történelmében mindig végigvonult, hogy egyetértés, széthúzás. De szeretném nektek felolvasni azt a gyönyörű kis rövid igét, amit Dávid király írt. Egyetlen fő gondolata van, az egyetértés. Ó, mi szép, és milyen gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállára, Áronnak szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást, az életet mindenkor. Hát igen, ez nagy dolog. Ez a, hogy olyan, mint a Hermon harmatja, az egyetértés, és hogy amikor, hát ez egy régi szokás volt, az olaj nagyon gyakran használták a kitöredezett lábra, vagy hasonló értelemben, hogy olajjal gyógyították
sebeket, és hogy hát itt is az van, hogy, hogy az Úr nagyon fontosnak tartja az egyetértést, és Dávid még azt hangsúlyozza, hogy oda küld áldást. Tehát ha van egy gyülekezet, ahol ahányan vannak, annyiféleképp gondolják, ha valaki szeretne valamit, akkor a másik megint más módon akarja. Tehát ez a széthúzás, ez megoldja szerintem Istennek a lelkét. És hogy nekünk nagyon oda kell figyelnünk, hogy ha fontosnak tartjuk az egyetértésben való életet, hogy a családunkban, a munkahelyünkön, a baráti körben, a gyülekezetben, hogy az egyetértést éljük meg. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen mi újjászületett gyermekei vagyunk. Istennek Jézus Krisztus újjászült bennünket, és a régi életünk eltemettetett, és Krisztusban egy új életre támadtunk fel. Ez az új élet, az mindig az egységet munkálja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek is egy. Annyira egy, hogy egy lényegűek, egy Isten. És a hívő nép a Krisztus testének a tagja. Ezért ez a tag is, bár külön-külön tagok vagyunk, egyik kéz, másik láb, fej, szem, lehetne sorolni, de hogy ezek egyetértésbe tudnak jól működni. És az emberiség egyik legnagyobb baja az, hogy ha 6 ember van együtt, akkor az 7 fele húz. De az újjászületett ember, akiben a Krisztus szent lelke van, az erre az egyetértésre törekszik, mert hogy nem önmagának él. És itt ugye Péter apostol, amiket felsorol, az olyan nyilvánvaló előttem, hogy ez az egyetértés, az együttlevés, az egységre törekvés a családon belül, hogy legyek rokonérzelmű az elesett családtagjaim iránt, a távol lévők iránt, hogy ne olyan távol lévők legyenek, közel a szívemhez közel valók legyenek. Izrael népe körében nagyon fontos volt a rokonérzelműség, hiszen a törzsek azok ugye ragaszkodtak a rokonsághoz. Ha a Célofád leányaira gondolunk, akik Mózes elé álltak, és azt mondták, hogy mi is kapjuk meg az örökségünket, hogy ne kelljen az atyánk nevét kitörölni a rokonok közül. És tulajdonképpen ez az egyértelműség és rokonérzelműség ezt jelenti, hogy fontos a családom egysége, és ez magától nem áll elő, ezt munkálni kell, mégpedig a szeretet által, az áldozatkészség által. És ugye itt az atyafi szeretők a testvéri szeretetet jelenti, a hitben lévők szeretetét, akiket együtt hívott el az Úr. Ma olyan divatos arra hivatkozni, hogy nekem az Úr azt mondta, hogy én máshova menjek, én most már veletek nem leszek. Egyszer sose felejtem el egy evangelizáció után, amin hatalmas áldás volt, egy hölgy odajött hozzám, és azt mondta, én ugye más gyülekezetből jöttem, de itt nagyobb az áldás, és tudja, addig maradok, amíg másút nem lesz nagyobb áldás, mert akkor tovább megyek. Hát ez nem atyafi szeretet. Lehet, hogy kedves hívő volt az illető, de az atyafi szeretetet nem ismerte. Pál azt mondja, hogy nem hagyjuk el egymást, amint szokásuk némelyeknek. Bár az ember, ha valakiben nincs meg az atyafi szeretet, akkor hiába mondja, hiába mutatja meg Isten igéjét, az önfejűség és
az önmagunk szeretet, hogy mi jól érezzük magunkat, sokkal fontosabb, mint az, hogy az Úr hol akarja, hogy ott legyek és a nyomorúságot vigyem. Erről az atyafi szeretetről nekem Jeremiás próféta jut az eszembe, aki rengeteg sokat szenvedett, mert Izrael népe nem értette az Úr üzenetét, amit ő mondott, de ő nem hagyta el Isten népét. Még a fogságra is elment velük, pedig ő maradhatott volna, és nem lépett le, mert atyafi szerető volt. Testvére, mennyire szeretette az atyát, fiait. A nyomorúság idején, amikor nincs akkora áldás, ott maradsz, hogy az Úr rajtad keresztül adjon áldást, vagy tovább lépsz. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy az Úr nagyon sok mindenen keresztül vitt. Az én drága szüleim mindig azt mondták, hogy kislányom, egy darab kenyérért nem adjuk fel a meggyőződésünket és a hitünket. Nem állunk el, ha szenvedni kell érte, mert hogy Krisztustól mi új életet kaptunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy én atyafi szerető legyek, és ne menjek el a testvéreim, a hit testvéreim nyomorúsága mellett. Most olyan nagyon fontos, hogy ez a világ meglássa Krisztus szeretetét, az atyafi szeretetet, és ha te tovább állsz abból a szerető közösségből, ahol elhívattál, akkor nem tudom, hogy kit követsz. Meg lehet mindig magyarázni a bizonyítványt, de az atyafi szeretet Izrael népe között azt jelentette, hogy ott maradok, harcolok és küzdök a megmaradásért, a testvérei megmaradásáért. Az új szövetségben is vállalták a Krisztusért való szenvedést, a testvéri közösséget, és az Úr ezt hagyta ránk. És itt az irgalmasságról és a kegyességről is szó van a Károlyi Bibliában. De még egy pillanatra még ne fussunk tovább, mert még van egy észrevételem ebből az egyetértéssel kapcsolatban. A férj és a feleség közötti egyetértés a gyerekekért. Hogy látjuk, halljuk, hogy a mai gyerekek szemtanúi annak, hogy az édesapjuk meg az édesanyjuk, hogy ordítoznak egymásra, hogy milyen nagy egyenetlenség van köztük, és hogy ez a gyerekeknek az életét meghatározza már, ahogy a pszichológusok szokták mondani, hogy van, hogy sorskönyv, hogy mindenki írja már egész kisgyerekkorától a sorskönyvét. Az agyunk lefényképezi azokat a pillanatokat, amikor a kedves szüleink ordítoznak egymásra, becsapják az ajtót, és fenyegetőznek mindennel, elvállással, és hogy mekkora rombolás ez a gyerekek életében. És a szülőknek nem éri meg az, hogy valahogy másképp oldják meg a problémát, és ne tegyék tönkre a gyerekeiket? Még csak annyit itt, hogy is juthatunk el erre az egyetértésre. Először is az ige motivál minket. Péter apostol sorai is motiválnak minket az egyetértésre. Legyetek egyetértők, vagy a régi fordítás szerint rokonérzésűek, érzelműek. Érzelműek, igen. De ugye itt azt is írja a Károlyi fordításban az egyetértésről, hogy egyértelműek. A házasságok, máma nagyon sok házasság tönkre megy, nem azért, mert nem tudnának együtt élni, hanem azért, mert nem akarnak egyet érteni. Ahhoz, hogy egy házasság jól működjön, valamelyik félnek engedni kell.
És ha ez a szeretet nincs meg bennünk a házastárs iránt, hogy engedek és elnézem, vagy pedig a gyermekeinkért engedek, mert nekik családra van szükség. Rengeteg sok pszichiátriai betegséggel küszködő gyermek van napjaimban. Magunk is sokakkal foglalkozunk az intézményünkben, és megdöbbentő, és mindezen ezért történik nagyon sok esetben, hát nem minden, nagyon sok esetben, mert a szülők nem tudnak egyetérteni. Megéri látni a gyermekem boldogtalanságát, ahogy felnő. Megéri felrúgni a családi életet a saját magunk elképzeléséért, a magunk kedvteléséért, vagy esetleg a pillanatnyi érzelmi gyönyörökért. Nem éri meg. A következő, amit Péter apostol ír, ez az együttérzés. A görög szónak a magyaros változatát ismerjük, hogy szimpátia, együttérzés. Hogy micsoda az együttérzés, a másik ember szenvedésére adott válaszom. Tehát, hogy megértem őt, és segítséget nyújtok neki. Az együttérzés tulajdonképpen nem csak egy nagy érzés, hanem törődés. Az együttérzés törődés áldozathozatal, és arra készített bennünket az ige is, a szívünk is, hogy a másik embernek látjuk a fizikai gondjait, a spirituális nehézségeit, vagy látjuk az érzelmi fájdalmait, vagy látunk, hát mi rengeteg sérült embert, gyereket látunk az intézetben is, ugye a drog, a hányt vetett élet nagyon sok nehéz következménye van, megsérültek nagyon sokan, de ettől függetlenül is, és hogy kész vagyok együtt belépni az ő szenvedő életébe, szeretettel, a Krisztus szeretetével, és segíteni neki. Igen, itt ugye ebből kezdtük a legyetek egyetértők, egyértelműek, hogy ez így folytatódik a 9. versben, hogy a gonoszért nem fizetve a gonosszal, és ha bántanak, vagy szidnak, akkor nem kell viszont szidni, hanem áldást mondani, hogy tulajdonképpen az ember akkor tudja munkálni az egységet, hogy nem gonosszal fizet a gonoszért. És ma már ez nagyon kevés embernek a lelki normájába, értékeibe van meg, hogy tudatosan nem szidni a másikat, nem súsárolni a háta mögött, hanem áldást mondani. És olyan jó dolog áldást mondani, sokkal jobb, mint ha az ember visszaadja azt, amivel neki fizettek. Erre hívott el az Úr bennünket, és abban a családban lesz áldás, abban a közösségben van az Úr áldása, ahol áldást mondanak egymásra az atyafiak, a testvérek, a házastársak, és miközben áldást mondunk a másikra, aközben megtanuljuk szeretni és tisztelni. Hiszen az áldásmondással olyat kívánunk, ami a legjobb a számára, olyanhoz segítjük hozzá, ami
mindenki számára jó. És ebben kell, hogy megújítson az Úr bennünket, hogy ezt gyakoroljuk. Hogy ne a rosszat, a hibáit mondjuk el a másiknak, hanem hogy ő az Úr áldott gyermeke, és mennyi áldás az, amit ő tud közvetíteni. Az áldást örökölni azt jelenti, hogy az áldást közvetítem, hiszen akiket Isten megáldott, ha Mózesre gondolunk, ha Illésre gondolunk, ők ezt az áldást közvetítették Isten népé számára, és visszafordították az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, és a mennyei atyához is. Én szeretek jót mondani másokról, de ezt meg kell az embernek tanulni, mert a világban nem ezt gyakorolják, és az emberre nagyon ráragad ez a gonosszal, ez a gonosz beszéd, amikor mások hibáit és nyomorúságait hozzuk elő. Mint elkezdtük olvasni Péter levelének ezeket a sorait, tehát a megszentelődés folyamatába képzeljük bele magunkat, hogy növekszünk az Úrban, és akkor az együttérzés, akkor az egyetértés, hogy mindezek a dolgok egyre erősebbé válnak bennünk, és hogy nagyon fontos ez, hogy a megszentelődést azt ne úgy érezzük, hogy majd lesz velünk valami, hanem a megszentelődés ilyen konkrét dolgokban nyilvánul meg. Igen, és ugye itt a 10. versben is ezt olvassuk, mert aki akarja az életet szeretni és jó napokat látni, hogy annak mi a dolga. Ugye mindnyájan szeretnénk jó napokat látni, és szeretni az életet, hiszen az élet ajándék, Isten ajándéka, és nem mindegy, hogy azt jól vagy rosszul éljük, és jó napjaink vannak, vagy rossz napjaink vannak. Persze vannak az embernek rossz napjai, de hogy jó napokat szeretnénk látni, ahhoz az egyik, amire nagyon oda kell figyelni, hogy mit beszélek. Tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ne szóljon álnokságot. A jó napot kezdődik, amikor áldást mondunk, és nem engedjük meg a nyelvünknek, hogy gonoszra vigyen, és hogy álnok beszédeink legyenek. Itt nagyon az emberre teszi ezt a dolgot Péter apostol a 11. versben. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Tehát az Úr hatalmat adott nekem arra, hogy elforduljak a gonosztól. Nekem szabadságom van arra, hogy ne a gonoszt tegyem. Szabadságom van arra, hogy ne szidjam a másikat, hanem áldjam. Szabadságom van, hogy jót cselekedjek, még akkor is, ha mások úgy gondolják, hogy azt nem ér demli meg, hogy el tudjak menni a második mérföldre, a szeretet mérföldjére. Nagyon sokat beszélünk a jó cselekedetekről, de jó cselekedni csak az az ember tud, és kap rá erőt fölülről, aki elfordul a gonosztól, aki keresi a békességet, és követi azt. Most ebben a háborús időszakban nagyon sokan keresik a békességet, és vannak, akik úgy keresik, hogy a hátukra veszik a gyerekeiket, és menekülnek, hogy a háborúból kijussanak, mindent hátra hagyva, elfordulva a hazától, az otthontól, a jól léttől esetleg, ha megvolt a házuk, a földjük, az autójuk, mindent hátra hagyva keresi a békességet. És úgy gondolom, hogy nekünk is a gonosz dolgoktól el kell fordulni, és hátra kell hagyni, hogy a békességet keressük, és kövessük a békesség útját. Nem lehet úgy az Urat követni, hogy
közben pedig megmaradunk a rossz dolgokban, hogy kötődik az életünk a sötét erőkhöz, kötődik az életünk a szeretetlen, kíméletlen, irgalmatlan világhoz. Mi Krisztushoz kell, hogy kötődjünk, és akkor a Krisztus békessége, mely minden értelmet felülhalad, megtölti a szívünket, a gondolatainkat. Igen. Még szeretnék egy pár szó erejéig az alázatosságra is, ezt is írja Péter apostol. A megszentelődésben ennek is nagy jelentősége van. Nem akarok itt találgatni, hogy mi is az az alázatosság. Én Jézus Krisztusban keresem, vagy Jézus Krisztus életét, legalábbis a Biblián keresztül. Tehát az ő alázata már ott kezdődött, hogy emberré lett. Az ő alázata kifejeződött abban, hogy elfogadta a körülményeket is, amikor a tanítványaival együtt megálltak egy búzatábla mellett is. Szegények, éhesek voltak is, ettek. Nem úgy volt, hogy Jézus az asztalra csapott, hogy én az Istennel egyenlő vagyok, Isten fia vagyok, meghívlak bennetek, gyertek, hanem ő is ott volt. Ott volt a tanítványaival a kalász szépés idején. Vagy az alázatát látjuk, hogy hogyan ad választ, mikor olyan gonoszul oda mennek emberek, hogy na, kell-e a császárnak adót fizetni, és hogy az alázatos ember bölcs tud lenni mindig, mert a Krisztusban is ez megnyilvánult, és olyan fontos lenne ebben a világban, ahol a gőg, a beképzeltség, a pökhendiség, és hát, hogy ki vagyok, mi vagyok, és másokat lesajnálok, embereket gyűlölök, hogy ez egy nagyon fontos dolog a Krisztusban való életben, hogy ha ennek a jele nincs ott, az alázat, a krisztusi alázat nem tanult szerénység, hanem a Krisztus általi, a Krisztussal való életközösségből adódó alázatos lelkület. És hogy a tanítványok is sokszor tanultak, Ági az előzőekben a gyermekeknek arról beszélt, hogy a Jézus a tengeren járt, és hogy ott rémüldöztek, mikor meglátták a tengeren, és hogy ez egy nagyon nagy alkalom volt az alázat tanulására, hogy hát Jézus az Úr, és hogy mi igazán porok semmik vagyunk, és hogy kételkedünk. Hát nincs okunk egy ilyen hatalmas Úr jelenlétében kételkedni. Hát ilyesmik jutottak eszembe. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és az Úr áldását kérjük továbbra, és az életetekre kérjük, hogy imádkozzatok értünk, szolgálatainkért, és akinek van lehetősége a Pax TV-ben megtekinteni az evangelizációs szolgálatot, ott megtaláljátok minden szombaton este 20 órakor. Az Úr legyen velünk!